Sziasztok, Kormos Zoli vagyok. Ma a proteinfogyasztási szokásaimról szeretnék nektek egy pár szót mondani, mert mint minden más, ez is egyedi. Sokat hallottátok, hogy edzés után turmixot kell inni, ennek is ezer meg ezer módja van. Elmondom, hogy én ezt hogy csinálom, mert lehet ugye komplikálni, lehet bonyolultabban vagy egyszerűbben. Aki ismer, az tudja, hogy én az egyszerűség híve vagyok, tehát én nem szoktam túl komplikálni a dolgokat. Én teljesavó proteint szoktam inni, pontosabban fogalmazva enni. Ugyanis edzés után nem csak a protein, hanem a szénhidrát bevitel is fontos, és ezt is meg lehet oldani sokféleképpen. Van, aki vitargót használ, van, aki egyszerű szőlőcukrot, van, aki maltodextrint, mindenféle egyebeket. Én rizst szoktam enni, és a rizshez keverem hozzá a teljesavó proteint. Hogy mi ennek az oka? Ez is nagyon egyszerű, én szeretek enni. Tehát nekem nem elég az, hogy gyorsan lelöttyintek egy 3 decis turmixot, és akkor kész. Amúgy is olyan a táplálkozásom, hogy van benne turmix, egyszerűen idő hiányában kénytelen vagyok ezt megoldani, de edzés után mindenképpen szeretek leülni, kicsit kifújni magam, és közben nyugodtan enni. Tehát egyszerűen csak ez az oka, hogy én rizssel oldom meg a szénhidrát bevitelemet. Hogy egy kicsit bővebb magyarázatot adjak, hogy miért így csinálom, nagyon egyszerű, nekem az egész étkezésem elég speciális, ugyanis szénhidrátot csak kizárólag edzés után fogyasztok. Reggel fehérje és zsír, amit igazából tojásból oldok meg, aztán a 10 óraim az egy turmix, idő hiányában, amikor dolgozom, nem tudok leülni enni, egy turmixot viszont meg tudok inni nyugodtan, ebben is elég sok zsír van, egy kevéske fehérje, de nulla szénhidrát. És akkor edzés után jön ez a rizses proteines dolog, aminek két oka van. Az egyik az az, hogy ugye a rizs az önmagában elég magas glikémiás indexsel rendelkezik, tehát a gyors felszívódású szénhidrát megvan. A másik, hogy ugye az én étkezésem sajátosságaiból adódóan nagyon picik az adagok. És ez a 100 g rizs, amit megeszek edzés után, ez egy olyan telítettség érzetet ad, amire igazából az agyamnak szüksége van, hogy bírjam az egész napot. Sokaknak vannak rituáléik, például edzés előtti, hogy megissza a pörgetőjét, fölcsatolja az övét, mit tudom én, mindenféle ilyesmi. Nekem pedig edzés utáni rituálim van, és ez pedig a proteines rizs. Ugyanis engem az edzés nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is megterhel, és ezért mielőtt elkezdem a délutáni műszakot munkával, kell valami, ami egy kicsit levezet az edzésről, hogy tudjak a vendégeimre koncentrálni. Ilyenkor leülök, szépen kényelmesen összekevergetem, tehát én szeretek nyugodtan enni reggel is, és így edzés után is. Összekevergetem, kicsit ott pacsmagolok vele, mint a gyerekek a tejbe papival, és szépen elkanalazgatom. Évek óta tudjuk, hogy a teljesavó protein az egyik legjobb választás edzés után. Én hosszú évek alatt kísérleteztem ki, hogy nekem rizssel a legmegfelelőbb, és úgy gondolom, hogy akkor jutottatok el valahova ebben a sportban, hogyha a saját módszereteket ki tudjátok kísérletezni.